Projektzáró rendezvény zajlott az elmúlt szerdán a Padrakúti Általános Iskolában. Most erre a rendezvényre kalauzoljuk el Önöket. Az élményalapú ismeretszerzés Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Iskola utcai épületében című támop projekt csaknem 11 millió 700 ezer forintot nyert. Az iskola célja a település részen az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegen nyelvtudás, digitális írástudás, életviteli és egészségfejlesztési készségek és a környezettudatosság terén. E törekvések tökéletes összhangban voltak a pályázati felhívásban foglaltakkal. A projekt záró rendezvényen elsőként Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Miért is jelentős egy ilyen pályázat? Miért is nagyon fontos az intézmények számára egy-egy ilyen projekt? Nyilván azért, mert az intézmények megmutathatják önmagukat. Dolgozhatnak egy kicsit az iskoláért, dolgozhatnak a tanulókért, és nagyon sokat jelent a tanulóknak, hiszen elsősorban ez a projekt kisebb mértékben eszközfejlesztés valósított meg, nagy mértékben a gyerekek szabadidős tevékenységét kötötte le, és olyan helyekre juthattak el, ami igen nagy élményeket ad a gyerek számára, és valljuk be őszintén, a gyermek számára, vagy később egy felnőtt számára nem elsősorban az iskola, vagy a tanórák adnak igazi nagy örömöket és élményeket, nem az marad meg bennük hosszú-hosszú életen keresztül, hanem az ilyen közösségi élmények maradnak meg a gyermekek számára elsősorban. Fenyvesi Zoltán után Fülöp Bornemisza Szilvia projektvezető, a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ tankerületi vezetője szólt a megjelentekhez. Azt szeretném elérni, hogy az itt élő, letelepedő emberek ismét figyeljenek egymásra, érezzék magukénak óvodájukat, iskolájukat, teremtődjön meg újra a mi közösségi életérzés. Higgyék el, nagy kincs van a kezükben, mert van óvodájuk, van általános iskolájuk, van művelődési házuk. Az itt dolgozó kollégáknak szívügyük a rájuk bízott gyermekek fejlődésének elősegítése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása. Ez az intézmény, amellett, hogy nevel, oktat, még többet ad, mert gyermekléptékű, családias légkör biztosít tanulóinak. Arra kérem Önöket, tisztelt szülők, vegyenek részt az intézmény életében, segítsék a megvalósuló programjainkat, érezzék közösen megvalósuló munkának az itt folyó hatékonyságát és nevelést. Azt gondolom, hogy ha visszaidézik az elmúlt 6 hónapot, akkor igazat adnak nekem abban, hogy sok közösen megélt jó programmal, élményekkel gazdagodtak gyermekeik és szülők is, akik éltek a lehetőséggel és részt vettek a közös programokon, mely valamennyi programelemét az utazástól az étkezésig az elnyert projekt biztosította. Fülöp Bornemisza Szilvia részletes tájékoztatást nyújtott a projektről. A megvalósítás 2015 májusában indult. A fő irányvonal a diákok egészségesebb életre nevelése, a sport és mozgás programok népszerűsítése, valamint az ezekhez kapcsolódó eszközparkok fejlesztése volt. A projekt keretében először a kislőri Sobrióska kalandparkba látogathatott el az intézményegység összes tanulója, majd pedig a Nomádia szabadidőparkban tették könnyebbé a történelem tanulását a diákok számára. A tanulók a nyár és az ősz folyamán a Hubertus Erdei iskolában több hetet is eltölthettek, hogy a környezeti nevelés részeként a nyári és az őszi erdő jellegzetességeivel is megismerkedhessenek. Az alsós tanulóknak lehetősége adódott még egy kirándulásra a Veszprémi Kittenberger Kálmán növény- és vadasparkba, míg a felsősök a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkban tölthettek el egy-egy napot. Az intézmény épületében külső szolgáltató bevonásával 2 sportnapot, valamint egy egészségnapot is rendeztek, amelynek keretében a gyerekek az egészséges táplálkozással és az egészséges életmóddal ismerkedtek meg interaktív módon természetgyógyász irányításával. Az intézményben német és angol nyelvtanulását választhatják a gyerekek. A projektnek köszönhetően 150 ezer forint értékű idegen nyelvi társas játékokat, gyakorló eszközöket, rejtvénykönyveket, munkafüzeteket és tanári segédanyagokat szereztek be. A projekt egyik nagy sikere a fejlesztőszoba kialakítása volt, amiben nagy segítséget kapott az iskola a városi intézmények működtető szervezetétől. A speciális bútorokra és a jelentős mennyiségű fejlesztőjátékra 400 ezer forintot tudtak fordítani.
A projekt keretében 2 továbbképzésen is részt vehettek a pedagógusok. Az egészségnevelés lehetőségei a közoktatási intézményekben témakörben tartott továbbképzésen 2 kolléga vett részt, a szenvedélybetegségek elleni küzdelem a közoktatásban címűn pedig a teljes nevelőtestület. A Padragi iskola épület az IKT kompetencia elemekkel is felszerelt, ahogy itt látható is, 5 digitális táblával rendelkezünk. Magam is ebben az intézményben nőttem fel, így visszaállíthatom, hogy valamennyi vezető nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy egy taneszközökkel jól ellátott intézményben nevelkedjenek a tanulók. Magát az épületet is úgy tervezték, hogy a szaktantermi oktatás céljait szolgálják. Ennek következtében az itt végzett diákok jól felkészülten hagyhatták el iskolájukat. Természetesen tudom, hogy nem az eszköz biztosítja a tudást, de a változatos oktatási módszerekhez elengedhetetlenek a modern oktatási és szemléltetési eszközök. Ezért a projekt költségvetéséből beszerzésre került egy egész évet magába foglaló digitális tananyagcsomag, amely alkalmas arra, hogy az 1-től egészen a 8. osztályfokig valamennyi tantárgyhoz értékes digitális tananyagtartalmat nyújtson, valamint az 1-től 4. osztályi munkafüzetek is nyomtathatók, melyek nagyban fogják segíteni kollégáink mindennapi munkáját, a tudáselemek elmélyítését. Azt gondolom, hogy önök is osztják a ma véleményemet, hogy sikeres projekt megvalósításon vagyunk túl. Bizonyítják ezt a fentiekben ismertetett gazdag projektelemek, mutatják a PPT-n látszó vidám gyermekek és a folyosón látható kézműves remekek. Kollégáimnak és a projektben közreműködő partnereinknek megköszönöm a lelkes, figyelmes, precíz munkájukat. Tisztelt szülők! Kérem önöket, vigyék hírét projektünk sikerének, a hallott kitűzéseinknek és a terveinknek. Arra kérem önöket, legyenek partnerek abban, hogy meg tudjuk tölteni az épületet élettel és tartalommal. A projekt záró rendezvény végén Kovácsné Pap Ágnes szakmai vezető osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A környezetünk arra felel, amit magunkból kisugárzunk. Belső változás nélkül külső megváltás nem fog jönni, mondta Popper Péter. Miért emeltem ki éppen ezt az idézetet? Tanulóink jelentős többsége ugyanis olyan családból, szociális környezetből érkezik, ahol a jövedelem jó esetben elegendő a mindennapi megélhetéshez, és nem ad lehetőséget utazásra, családi szabadidős programokra. Ezért volt különösen öröm ez a pályázat, ami lehetővé tette, hogy tanulóink, szülői kísérettel tartalmas programokon vehessenek részt. Kimozdulva megszokott környezetükből rengeteg élményt, új ismeretet szerezzenek, és sok új területen kipróbálhassák magukat. A kislődi kalandban van például kipróbálhatták ügyességüket, próbára tették bátorságukat. Nomádiában osztálytermen kívüli tanítási módszerek segítségével új információt gyűjthettek. Fontos volt a környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakítását segítő programok sokasága. Erdeiskolai napok, tanulmányi kirándulások, sportnapok, egészségnap. Remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy az ott összegyűjtögetett tudáselemet a tanulók hazaérve megosztották szüleikkel. És ha csak egy-két család is változtatott valamit, például környezetünk védelmére szelektíven gyűjti a hulladékot, vagy saját egészségük megóvására rendszeresen elkezdenek mozogni, már megérte. Mert elindult valami, és ha még sok időbe is telik, talán a jó példa másokat is változásra sarkal. Így ez a pályázat nem csak tanulóink, hanem az egész városrész javát szolgálta, ahol tényleg reméljük, hogy gyönyörű lesz a jövő.